pénz témában mindig rendkívül sok tanfolyamot, videóanyagot, internetes anyagot, könyvet látni. De az emberek arra az egyre ritkán jönnek rá, hogy ez annyira sok tényezős dolog, hogy nem elég egyetlen könyvet elolvasni, nem elég egyetlen tanfolyamra elmenni, nem elég egyetlen témában képezni magukat. Tehát sokféle dolog van, sokféle tényező, sokféle témában kell képződni. Sokféle területen kell próbálkozásokat tenni, sokféle területen kell változtatásokat tenni. Ez lehet akár olyan extrém dolog is, mint a színterápia, vagy akár az sem mindegy, hogy milyen színű inget veszünk fel, vagy milyen sálat hordunk, vagy milyen színű a pénztárcánk, vagy milyen színű az autónk, vagy milyen színű a logónk a céges névjegykártyánkon, vagy milyen színű betűkkel íródik fel az üzletünk bejárata fölött a cégünk neve. Tehát a színterápiától, az illatterápiától, a kommunikációs képességtől, a kivel dolgozunk együtt, minden számít. Mindegyik területen érdemes módosítani, amennyiben szükséges, de ehhez előtte meg kell vizsgálnunk, hogy mi magunk hogyan muzsikálunk különböző területeken. Tehát nem elég egy dologra rákattanni, hogy jaj, én most elolvastam egy könyvet ebben a témában, és biztos jó, innen már minden, hanem meg kell vizsgálni minél több területet, akár tényleg a színterápiáig, vagy hogy milyen színű a cégem logója, és utána folyamatosan változtatni azon a területen, ahol ez szükséges. Tehát pénztémában kutakodni és változtatni, amennyiben szükséges.